Lukács evangéliuma, 22. rész. Júdás elárulja Jézust. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. A sátán pedig bement Júdásba, akit Iskári Jótestnek neveztek, és egyike volt a Tizenkettőnek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre azok megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Az utolsó vacsora. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páska bárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezt mondva, Menjetek el, és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle, mi a kívánságot, hol készítsük el. Ő így válaszolt. Amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának. A mester ezt üzeni neked. Hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a Páska vacsorát. Ő majd mutat nektek egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el akkor elmentek és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a páska vacsorát, mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páska vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki, de íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon, mert az ember fia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Ki a legnagyobb? Versengés is támad közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek is igyatok az én asztalomnál az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljétek Izrael tizenkét törzsét. Jézus inti Pétert és a többi tanítványt. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakasma, amíg háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Azután ezt kérdezte tőlük. Amikor kiküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányatok valamiben? Semmiben, válaszolták. Majd ezt mondta nekik. Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyát is, és akinek nincs kardja, adja el felső ruháját is vegyen mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami megvan írva, és a bűnösök közé sorolták, mert ami felőlem megiratott, az most beteljesedik. Erre így szóltak, uram, íme, van itt két kard, ő pedig azt felelte, elég. A gecsemáné kertben. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment, követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk, Imádkozzatok, hogy kísértésben esetek, Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak, ekkor így szólt hozzájuk, miért alusztok, keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Jézust elfogják. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett. Júdás jött elől, a tizenkettő egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás! Csókkal el az ember fiát. Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték: Uram, odavágjunk a karddal! Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik: Hagyjátok abba, és megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek: Úgy vonultak ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Jézus a főpapházában, Péter megtagadja Jézust. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpapházába, Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűzvilágánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt, ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva, asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta, te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta, ember, nem tudom, mit beszélsz és amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték, ki ültött meg téged, profétáld meg és sok más szidalmat is szórtak rá. Jézus a nagy tanács előtt, amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írás tudók, Jézust a nagy tanács elé vezették és felszólították, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt, ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az ember fia mindenható Isten jobbján, erre mind azt kérdezték, akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából.